Szeretettel köszöntöm a látogatót, folytatjuk tovább a jóga foglalkozásainkat. A mai foglalkozáson olyan gyakorlatokat végzünk, amivel könnyebben meg tudjuk oldani majd a többi ászana testhelyzeteket. Először is ráhangolódunk arra, hogy mi az, amit csinálni szeretnénk, megkérjük az áldást, tehát kilélegzem, és belégzéssel fölnyújtózom, tenyerem az ég felé fordítom, és fölnézek, megkérem az áldást a foglalkozásra, majd lehozom a kezem, kilélegzem, összeteszem a tenyerem, vállaimat egy kicsit hátracsavarom, és a szívcsakrába elhelyezem az összetett tenyerem. És akkor figyelem az előttem lévő alátépnek a szélét, mert nekem pont beleesik az ujjamhegye, tehát az ujjamhegyét nézem, és hogyha elnehezedett a szemhéjam, akkor lecsukom a szemem. És ha a szemem lecsuktam, akkor már csak a lélegzésemre figyelek. Orron keresztül lélegzem ki, és orron keresztül lélegzem be is. Belégzéssel életerőt kapok, kilégzéssel eltávozik a testemből minden salakanyag, amire nincs szükségem. Gondolataimat is kitisztítom, ráhangolódok arra, hogy most jóga foglalkozáson vagyok. Problémáimat elteszem másfél órával későbbre, akkor könnyebben meg tudom oldani majd. Számomra az itt és a most a fontos. Tehát figyelem a lélegzésem. A figyelmem leviszem a lábaimra, megpróbálom az egész talpamat lenyomni a talajra, térkalácsot felhúzom, hasam behúzom, vállaimat még egyszer hátra csavarom, és fejtetővel megpróbálom elérni a mennyezetet. Közben figyelem a tenyerem középpontját, érzékelem a tenyerem melegségét, esetleg a lüktetését. Ez mindenkinek a saját energiája, amit úgy mondunk, hogy bioenergia. De ez az energia túlterjed a kéz hátra, onnan pedig bevonja az egész álló alkatomat. És most úgy érezhetem, olyan energiák vesznek körül, hogy minden élőlényt szeretettel a szívembe tudok zárni. És most azt a valakit is vedd elő, akit eddig úgy gondoltál, hogy őt bizony nem tudom a szívembe zárni. De igen, mindenkit elfogadok olyannak, amilyen, és megpróbálom a szívembe zárni őt. Lehet, hogy elsőre nem sikerül, de ha sokszor gyakorlom, akkor sikerül. És ha tiszta szívből ezt meg tudod csinálni, akkor oldódnak a testedben olyan feszültségek, amik fájdalmat okoznak neked. Akárhol is, csak figyelj rá. És hogy ez a befogadás még jobban sikerüljön, most háromszor énekeljük az Om mantrát. Nagy levegő. Om. Om.
most csak figyelem magam, és ha úgy érzem, kegyelmet kérek. Következő kilégzéssel picit előre ütöm a fejem, meghajtom a fejem a világ mindenség előtt, meghajtom a fejem a jóga nagymesterei előtt, és meghajtom a fejem saját magam előtt. Üdvözlöm a bennem lakozó mindenséget, az isteni szikrát, az őstudásomat, és kérem segítsen ahhoz, hogy a foglalkozás épülésemre váljon. Lassan szétveszem a kezem, leteszem magam mellé, tenyérrel befelé fordítva, lassan kinyitom a szemem, látom magam előtt a alátétet, és állandóan pillogva, szépen belégzéssel fölemelem a fejem. Jó, és akkor egy kicsikét bemelegítjük magunkat. Tehát kilélegzem, és belégzéssel fölnyújtózom, majd kifelé fordítom a kezem, és kilégzéssel lehozom a kezem. Belégzéssel föl, kilégzéssel le. Belégzés föl, kilégzéssel le. Még egyszer, belégzés föl, összeérintem, és most kilégzéssel magam előtt engedem le. Belégzéssel föl, és kilégzést magam előtt a lábam ujjáig. Olyan hosszú legyen a belégzésed, míg fölemeled a karod, és olyan hosszú legyen a kilégzésed, míg képzeled be a lábad ujjáig kilélegzel. Belégzés, kilégzés. Még egyszer. Belégzés, kilégzés. Jó? Vállaljunk egy kicsit hátra, csavargatom hátra, 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 jó? És akkor egy kicsit nagyobb terpezbe lépek, nem pontosan hátrét szélesség, jó van. Marad lent a bal kezem, jobb karomat föl, így elől, jó, belélegzem, és kilégzéssel eldüllök balra. Húz lefelé a bal karom, a jobb pedig nyúlik a fülem mellett fölfelé. Még egy kilégzés, belégzéssel visszajövök, elől még le a karom, és elől jön föl a másik. Jó, belélegeztem, és kilégzéssel ülök. Érezd, hogy nagyon jól el tudod ülni a bal külső talpívettől egészen a bal középső ujjadon át. Még egy kilégzés, belégzéssel visszajöttem, le a kéz, föl a másik. Belélegzem, és kilégzéssel ülök. Másik húz lefelé, és most a határon vagyok, behajlítom azt a térdem, amerre el vagyok dülve, és érzed, hogy még egy kicsit jobban lumbágus finoman dül, és lélegzik közbe, és lassan visszajövök, kilégzés, másik, belégzés, majd kilégzéssel dülök, és most hajlítom a térdem, és még jobban érezheted az oldaladnak a nyúlását. Jó, még egy kilégzés, belégzéssel visszajövök, kilégzéssel le. Jó, vállaimat hátra csavargatom, jól hátra. Jó, és akkor most jön a lapocka, oldalt a kéz. Behajlít, és akkor hátra körzök a könyökömmel, körzök, és szinte érzem, hogy elől összeér az arkkal, hátul pedig a lapocka. Kilégzés és belégzéssel hátra. Jó, na még. Belélegzem, kilégzéssel le, és egy picit, hogy megkapom a vállaimat. Jó, újra hajlítom,
és akkor most ellentétesen, jó? És próbáld meg összeérinteni, erről ha sikerül. Jó, 8-10 megvolt, belégzés, kilégzéssel engedem. Jó, és akkor itt kilazítjuk a vállunkat, egyik, másik, egyik, másik. Benne vagy. Jó, kicsit előre dőlök. Jó, hátra. Mozgatom. Próbálom hátul is egy picit a lakockát összezárni. Oldalt vagyok. Jó, és most 4-5 gyorsat. Jó, majd megállítom, belélegzem, és a számon keresztül engedem ki a levegőt, és hirtelen engedem a vállam. Tehát belégzés. Még egyszer. Utoljára. Ezt úgy hívják, hogy feszültségoldó légzés, és ezt többször is megcsinálhatod, ha úgy érzed, hogy feszült vagy, vagy nagyon behúztad a nyakadat a vállait közé. Ez mindenképpen jó és hasznos. Na, kicsit vissza. Jó. Előre fogunk hajolni. Először fel két kezem tenyérrel szemben, kilélegzem, és belégzéssel fölnyújtózom. Ezt az ászanát úgy hívják, hogy Urdhvahasztászana, és akkor most megint figyelek a talpamra, főképpen a belső sarokra, belső talpívre, de ne emelt fel a kumsőt se, a tért kalács feszes, hasad puhol az a, nyúlik fölfelé, nyúlik a két karod, és most fordítsd előre a tenyered, még egy belégzés, és kilégzéssel előre hajlok. És ha tudom, leérintem, ha nem, akkor ott van egy segédeszköz. És fele kettőt is egymásra tenni. Hát, hogyha ilyen tégla nincs odahoz, akkor nagy lexikon vagy könyv. Jó. És a ujjaimból törcsért formálok. És akkor most figyelek megint a belső sarokra, tért kalácsra, hasad puhal az a, és minden kilégzéssel egy gondolatnyit, a két könyököd lazuljon oldalra. Ujjait hegyével nagyon erősen nyomd azt a téglát vagy könyvet. Ez segít abban, hogy nyúlik itt a gerinc hátul. És ha úgy érzed, hogy már kinyújt, akkor elviheted onnan a segédeszköz, de nem baj, hogy hol marad. Úgy, jól van. Fejem ló. Minden kilégzéssel egy gondolat, hogy tudsz hajolni. Ez úgy hívják, hogy uttanászana. Ezzel nagyon jól kinyújtjuk a gerincünket. És ha nem sikerül kinyújtani a térded, nem baj, akkor maradjon egy kicsit behajlítva, és úgy tedd le a kezed, de aztán próbáld meg kinyújtani, mert ha nem nyújtod ki, akkor az energia csak eddig jön. De ha kinyújtod, egészen föl a fenekedig, innen pedig előre le az ujjaid hegyéig. Jó, még egy kilégzés. Lassan kezem, végighúzom a lábamon a térdemig, a tenyerem ráteszem a tért kalácsra, picit megemelem a törzsem, belélegzem, majd kilégzéssel lehajtom a fejem, és most gömbölyű hátat készítek, és a következő belégzéssel felállok. Jó, megvan. Nos, és akkor most megint egy
nagyobb szerfesz, alá egy szélességű lehet, ha felteszed mostban, jó, és egy gerinc csavaró gyakorlatról következik, aminek az a neve, hogy Kati Csakrászana. Oldalsó középtartásba a kéz, belélegzem, kilégzéssel jobb kezem a bal vállalhoz, bal kezemet pedig átcsapom a derekamon és elfordulok balra. Belégzéssel kinyújtom, kilégzés a másik oldal, belégzés kinyújt, kilégzés nyújt, és halljam a kilégzést. Tehát egyik könyököm mindig az állok alatt, a másik pedig a derekamon, és szinte át tudod tenni a karodat a másik oldalra, úgy, úgy. Jó, ebből körülbelül olyan 10-12-t csinálok, jó, oldalsó középtartás, kinyújtom, tenyér fölfelé, aztán visszalépek a lapállásban, jó, belégzéssel fölnyújtózom, tenyerem szembenéz, nagy ujj elfeszül a többitől, belélegzem, és kilégzéssel kezdek guggolni, és nyújtózom, nyújtózom. Ezt úgy hívják, hogy merülő póz, mintha bele akarnék ugorni a medencébe. Nyújtod, nyújtod magad. A hasad ráfektetted a combodra. Jó, még egy kilégzés. Lassan kezed, megint a térdedre. Emel a fej. Majd lehajtod, kilélegzel, megömbölíted a hátad, és lassan fölemelkedsz, gömbölíted háttal. Jól van. Na és akkor most nézzünk egy burpees gyakorlatot. Ha odahaza nincs ilyen szalag, akkor a fürdőköpenynek az öve az jó, és össze lehet húzni, össze lehet kötni, ilyen belsővel szélesség. Bocsánat, nem jó vagy. Igen, mert ennek van egy titka ezeknek a kis dolgoknak, a kettőn át és a kettő között vissza. Akkor biztos sikerült, hogy aki szép szette vagy gyakorolt vele, az másképpen gyakorolt. Köszönöm szépen. Így. És ez a belső válszélesség. Ez belső válszélesség. Kisebbet, kisebbet, még kisebbet. És ez a, úgy mondjuk, hogy ez a farka, ez egy kicsit így oldalt legyen, hogy ne akadályozzon. Alsó karszál közepére. Jó, mert egy kicsit nagyobbra, hiszen ezeket csak húzni kell a belsőt. Úgy, még. Még egy kicsit. Látom, most nagyon szép válasz vagy. Na, már én is. De igen. No, és alsó karszál közepén, és tenyér szembe, és lejjebb a közepére. Úgy, úgy jó. És ugyan jó, hogy itt most, ahogy én nyúlok lefelé velem, pont ott van a mellem mellett. Pont ott van a mellem mellett, akkor úgy neked is most a jó. Megvan? Jó. Na tehát, párhuzamos kisterpesz, kilélegzem, és belégzéssel fölnyújtózom.
És akkor most nagyon jól oda nyomom a belső sarkam, térkalács, hasbehúzás, nyúlik a karom fölfelé, tenyér szembe, próbál feszíteni, és minden belélegzem és kilégzéssel viszem a fülem mögé. Viszem a fülem mögé, ez az, amennyire tudod, jól van. Nagyon jól kinyújtja a óraj alatti izmokat. Jó, még egy belégzés, és kilégzéssel szépen lehozva. Jó, és akkor most cserélek. Hátul teszem le, így. Csuklóra. Csuklóra. Középen legyen, megvan, és átfogom a nagy ujjammal. Sikerült? Az nem jó. És tehát most, ahogy már rajta van a csuklómon, meg a nagy ujjammal átfogtam, most már most próbáld meg a tenyeredet egymás felé fordítani, és érezd azt, hogy a vállad milyen jól hátra csavarodik. Tehát tenyér szembe, majd ezt fogjuk gyakorolni előrehajlásba is. Na tehát megvan. De hagyd ott hátul a fenekeden. Tehát ne emeld el még, csak a fenekeden, jó? Mert először úgyis hátra fogunk hajolni, és utána előre. Na tehát kilélegzem, és belégzéssel finoman vállam hátra csavarva, a gurtnis kezem húz lefelé a fenekem mögött, és fejedet ne hirtelen szedd hátra, csak lapockából próbálj egy picikét hátra dőlni. És lélegezz. Mivel minden össze van fogva, csak a vállad van kinyitva, akkor ez nagyon jól segíti a felső tüdő csúcslégzést. Érzed is, hogy oda tudsz lélegezni. Jó, még egy belégzés, kilégzéssel visszajövök. Aztán újra belélegzem, és kilégzéssel előre dőlök, de csak vízszinteség. Nagyon jól lenyomom a belső sarkam, a kezem ott marad a fenekemen, de már most próbáld meg egymás felé fordítani a tenyered. Válladat hátra csavarva, és emeld meg a fejed. Sarkad lenyomva, hasad behúzva. Jó, még egy kilégzés, belégzés, és kilégzéssel lejjebb hajlok, és most emelem föl a karomat, úgy, ahogy tudom. Tenyered befelé fordulva. És lélegezz. Szépen gyakorol, de akinek van oda haza segítsége, megkérheti, hogy egy picike maradj itt. Tehát ez így befelé fordítja, úgy, ahogy a keze van, most nagyon jól lehet, és szinte összezár a lapocka. Jól van. Jó, még egy kilégzés, és lassan belégzéssel emelkedj vízszintesig, tedd le a kezed a fenekedre, és megint emeld meg a fejed, és megint a válladra csavart hátra, azaz. No, ugye, hogy könnyebb? Jól van, egyszerű. És most hajlítsd be a térded, jó, és belélegzel, és kilégzéssel hajolj, és most megint húzd fel a karodat. Úgy, úgy, jól van, egyszerű. És innen meg egy picikét még jobban lehet. Nagyon szépen összezár a lapocka, és még jobban ki tudja nyitni a karját. Jó, maradj még egy kicsit, és lélegezz. És visszamegyek ebbe a pózba, mert nekem is nagyon jó.
jó? Lassan, nyújtsd a térden. Még a karod fönt van, hajolsz. És aztán lassan tedd le fenekedre. Érezd, hogy ott a medencéd mellett van a karod. Emeld meg a törzsedet, és szintesség, váll át a csavar. Lehajt a fej, és lassan szépen emelkedek föl. Jó, levehetem a kurpimat. Szépen kipirultunk, szépen, itt van. Na ez annak a jele, hogy az energiák elindultak megfelelően, és jól érezzük magunkat. Tehát ez nagyon-nagyon fontos ebbe a gyakorlatsorba, amit csináltunk. Na és akkor a következőbe áll egyensúly gyakorlat következik, a Vrikshasana vagy a fapóz. Most arról gondolkodom, nem hoztam ide egy széket, de nem baj. Megpróbáljuk állva. De most, hogyha nagyon vastag a szőnyeg, akkor érdemes leállni rólam a talajra. Jó, és a legegyszerűbb gyakorlatot választottam. Állok a jobb lábamon, magam előtt olyan másfél méterre kinézek egy fix ponton, bal lábam fölemelem, és oda teszem csak a lábam ujjahegyét. Jó? Ha megtaláltam az egyensúlyam, akkor nyújtózom fel a két karommal. Tehát a talpam a fának a gyökere, lábszálam a fának a törzse, a karom a fának az ágai, és szétnyitom az ujjaimat, ez pedig a fának a lefelei. Figyelem azt a fix pontot, ami nem mozog, és lélegzem, és nyújtózom. Jó, még egy belégzés, kilégzéssel le a fának az ága, kinyújt a láb, és leteszem. És akkor egy picit megmozgathatom, jó? És akkor jöhet a másik lábbal való gyakorlás. Jó. Elég. Benne van? Jó, elég ennyi. Jó, mert nekem ehhez kell a szék. Tehát azért hosszabb ide. Jó. És akkor állok a bal lábamon, ugyanúgy a másikat. Teszem. Jó, tehát ennyi. Kell egy picike kis támaszt. Ha gyakorlónak is kell, akkor széket, vagy pedig álljon a fal mellé. Most úgy érzem, hogy az én bal lábam nem olyan stabil, és ezért így csinálom a gyakorlatot. Ujjaimra teszem, megtaláltam az egyensúlyom. Fontos, hogy másfél méterre nézek, egy fix pontra, ami nem mozog. Kilélegzem, és belégzéssel nyújtózom. Tehát a talpam a fának a gyökere, az a három pont. Nagy lábújjáték alatti párna, kis lábújj alatti párna, meg a sarok. És a másik lábammal éppen, hogy csak érintem a talajt. Lábszálva a fának a törzse, karjaim a fának az ágai, és ha szétnyitom az ujjaimat, az pedig a levélkék. Na, és ha megtaláltam az egyensúlyom, megpróbálom egy kicsit megemelni a másik lábam. Jó, aztán tedd vissza. És akkor most egy másik dolog még, hogy érintsd össze a kezed, ujjaidat, markold össze a nagy ujjadat, kapcsold össze a nagy ujjadat, kapaszkodj bele, és próbálj így nyújtózni. Könyököd egy picikét hajlítsz be, könyököd. Jól van, tedd össze. Úgy, jól van. Azt a fix pontot nézed. Jól van, még egy belégzés, elengedem a kezem, kinyújtom,
és finoman lehozom magam mellé, aztán kinyújtom a hajlított lábam, ledeszem, és akkor a másikat is egy picit megmozgatom. Na, ennyi kellett a egyensúly gyakorlathoz, és tehát ki milyen szinten van, meg ki hogy érzi magát aznap, mikor gyakorol, többféle segédeszközt igénybe lehet venni, és hogyha megnyugszik a test meg a légzés, akkor sikerül a gyakorlatot elvégezni. Jó, és akkor most leülünk a talajra. Múltkor már gyakoroltuk a dandászanát, nagy farizom, alányúlok és kihúzom a nagy farizmot. Jó. Ujjaim hegyét oda nyomom. Nagyon fontos, hogy a markom, tehát olyan, mintha egy almát fognék, vagy pedig kosarat formálok az ujjaimból, vagy töltsért, mert akármi ilyen szempontot lehet mondani. A lényeg az, hogy az ujjait, hegyét kell oda nyomni mindig. Jó, na tehát sarkam, előre nyújtom, és belső sarok, ez a fontos belső sarok. A lábujjam, nagy lábujj, mert próbáld meg úgy összetenni, hogy a két sarkat között legyen egy centi távolság, nagyon jó, az is jó, és csak a bütyök, az érjen össze, bütyök. És a lábad ujja a mennyezetbe, tehát nem indítom előre, meg nem feszítem vissza, a láb ujja a mennyezetbe, mintha gyertya lenne. És még egy dologra figyelek, hogy a kis lábujjam magam felé fordul, nem pedig eltőlem, tehát ezt így is mondják, hogy élő lábat alkotok. Jó? Na és akkor most figyelek arra, hogy a tért kalácsot nagyon jól fölhúzom, ujjaim hegyét oda nyomom, vállam hátra csavarom, és kinyitom a mellkast. Ezt úgy hívják, hogy dandászana. Hát a legtöbb ülőászanának ez a kiinduló pontja, és ha ezt helyesen tanulod meg, akkor biztos, hogy sikerülnek ezek az ülőászanák. Vár hátra csavar. Jó, marad a lábam, a kezem, kinyújtom és fölnyújtózom. Tehát sarok megnyúlik, has behúz és nyújtózol föl a két karoddal. Ezt pedig úgy hívják, hogy artha, azaz nyújtott dandászana. Ezt elég gyakran szoktuk végezni. Nagyon jól kinyújtózol benne. Csak lélegezd, figyelmed irányítsd előre, vagy a lábad ujjára. És az előbb, hogy itt volt a karunkon ez a gutni, nagyon jól próbáltuk kinyitni ezt a beszűkült izmot, és mintha jobban hátra fognál nyújtani. Még egy belégzés, kilégzéssel lehozom a kezem, elengedek egy nagy sóhajtást. Jól van. Na és akkor egy kis hasizom gyakorlat, mert ugye az soha nem árt. Múltkor is gyakoroltuk az evezést. Hogy csinálom? Evezőlapát megfogom. Kilégzés, belégzés. Kilégzés, belégzés. Halljam a kilégzést. Erőteljes, kilégzésed legyen. Aki
Igaz, lefekthet a csónakban. Még egyet. Jól van. Arsarandászana. Fölnyújtózom. Lehozom a kezem, behajlítom. Egyik lábam, másik lábam. És itt alul megfogom, de semmi esetre sem úgy, hogy bezárjam magam. Hasam behúz. Vál hátra csavar. Jó. Kinyújtom. És most ugyanez annyi különbséggel, hogy telement a csónak vízzel, és azt kilutyantjuk. Tehát kezem. Kilégzés, és emelem oda hátalhoz. Kilégzés, belégzés. Nagyon, ne szólítsd össze. Jól van. Kinyújtam egyiket, és kinyújtam a másikat is. Nagyszerű. De azt hiszem, hogy csak a tőzla kell a következő gyakorláshoz. A nyugfoglalkozáson gyakoroltunk a lábunkkal, úgyhogy megfogtuk, ugye, és akkor csak kinyújtottad, visszahajlítottad, kinyújtottad, és hátra hajlítottad. Kinyújt, visszahajlít, jó? És most úgy fogom gyakorolni, hogy csak ide hajlítod be, kicsit hátáldulok, hogy a talpam, rajta is kell a téla, jó? Hogy a talpam fölfelé forduljon, és a sarkam bemegy a lágyékba, a melyik lábamat behajlítottam. A másik lábamat egy kicsit kihetem kijed. Na, és akkor most egy téga. Jó. És akkor úgy nyújtózzam föl vele, hogy a két lábam közé. Tehát egy kicsit úgy arra nézzetek, de is legyen, arra. Én pedig erre vagyok felére, kibomba megvan. Tehát nyújtsd ki a nyújtott lábad, sarkát, és a másik lábadnak a talpát próbáld fölfelé fordítani, és engedd, hogy lefelé menjen a térded. Úgy belélegzem, és kilégzéssel csak 15 fokos szöget próbálok előre dőlni, de úgy, ahogy engedi a törzsem. A karod maradjon nyújtva. És lehetőleg mind a két ülőcsonton maradj ülve. És lélegzem, és ahogy lélegzem, egyre jobban le tud menni a térden. Nyújtóz. Jó, még egy kilégzés, belégzéssel visszajövök, kilégzéssel letettem a tégalmat, és kell aludni. Hagyd meg ezt a kis karikát, egy kicsikét hosszabb. De nem az kell, ez a hosszú. Na, figyeljetek elég hosszú. Ennyim egy kicsit röviden. Helyezzel jól tudom várni. Tehát oda teszem a vastag húsra. Nagy lábúj alatti párnak, kis lábúj alatti párnak. És olyan hosszúra engedem ezt a geklőt, hogy a két könyököm ott legyen az oldalhoz nem mellett. Geklő. Nem jó. Úgy.
és a két könyököd az oldalbordon mellett. Nagyszerű. Belélegzem, és most ugye már el vagyok fordulva a nyújtott lábam irányába, és kilégzéssel gyűlök, és próbáld meg a könyök, tehát a gusztin egy picikét gyalogolj előre. És legyez. Fejed ne üsd le. Inkább emel a fej. Vállal a csavart hátra, és próbáld meg ezzel a szegcsonttal megközelíteni a térden. Most a hátadnak homorítani kellene. És lélegezz. Nem baj, ha itt-ott amat húzódik, ennyim is most húzódik, meg itt is húzódik, de az nem baj. Az csak jó, mert ugye megdolgoztatjuk azt az összehúzódott izmokat most. És lélegzünk. Jó, és most még egy belégzés. Következő kilégzéssel egy picikét hajtsd le a fejed, de ne lógjon. Csak hajtsd egy picikét. És ahogy a két könyököd oldalra el van húzva, érzed is, hogy milyen jól nyúlik ott hátul a vese környékén. Jó, még egy kilégzés, és most lassan, belégzéssel emelem a fejem, fölemelkedek, leveszem a gurtnim, lábam megfogom, lassan kinyújtom, és leteszem. És megdicsérem, hogy milyen jól dolgozott, jobban, mint a múltkor. És akkor igen, hát ez nagyon fontos, hogy saját magammal soha ne legyek elégedetlen, mert ugye vagyok egy bizonyos szinten, de ha gyakorlom, akkor egyre jobban tudom végezni a mozdulatokat, és egyre jobban, jobb lesz a lábamnak, mondjuk a vérellátása, meg az egész testemnek, és természetesen az agyamnak is, tehát mindig elégedett legyél azzal, ami éppen van. És azzal gyakorolunk, hogy egyre jobban tudjuk végezni ezeket a gyakorlatokat, és egyre jobb legyen az egészségünk. Na, jön a másik lábam. Csináljunk egy picit ilyet. Tehát kinyújtom, visszahajlítom, kinyújtom, visszahajlítom, kinyújtom, visszahajlítom, kinyújtom, visszahajlítom. Na, még egyszer. Jó. És akkor oda teszem. Tudom. El vagyok fordulva a két lábam közé. Most így erre vagytok felé. Én meg pont a kamera felé vagyok fordulva. Tehát már járó lábat csináltam. Jó. Talpam fölfelé, de ne menjen alá a másik combnak a láb, hanem maradjon itt középen. Jó. Fölnyújtózom. Belélegzem. Megnyújtom a belső sarkam a nyújtott lábamon, a behajlított lábamnak pedig a talpát próbálom fölfelé fordítani. És ha sikerül, egyre jobban megy lefelé a térd. Na tehát belélegzem, és kilégzéssel dűlök a két lábam közé. Maradok így, és lélegzem. És minden kilégzéssel egy gondolatnyit tud lejjebb menni a behajlított lábadnak a térde. Nyújtózom. Jó, még egy kilégzés. Belégzéssel visszajövök. Jól felnyújtózom, kivégzéssel lehozom a kezem, leteszem a téglán, és akkor most kell a gurtni. Most már el vagyok fordulva a nyújtott lábam felé, ráteszem a vastaghúsra. Nagy lábúj alatti párna, kis lábúj alatti párna. Jó, és úgy fogom, mint a gyeplőt, tehát az nagyon fontos, hogy a
tenyerem fölfelé nézzen. De ha tenyerem fölfelé néz, akkor kinyitom, ki tudom nyitni a mellkast, de ha tenyerem lefelé néz, akkor úgy szólván bezárom a mellkast. Tehát ezért kell. Jó? Megvan, lányok? Jó. Belélegzem, könyököm ott van az oldalbordámnál, behúzom a hasam kilégzéssel, és próbálok dőlni. És akkor egy picit gyalogolhatok előre, de a könyököt szét, könyököd szét. Jó, megállhatok egy kicsit. Megint emeld a fejed, emeld a mellkast. Belélegzem, majd kilégzés, behúz a has. Jó, már egészen közel vagyok a lábamnál, Babika. Kezemmel közel vagyok. Kicsi. Jó, még lélegzem. De akkor most a tudat fog meg. Úgy. Jól van. Emeld a fejed, majd kilépzéssel hajtsd le. És maradj így egy kicsit, lélegezve. De nem lóg a fejem. És most megint érezheted a bal veségnél is, jobb veségnél is, hogy milyen jól nyúlik hátul a izom. Jó, még egy kilégzés, lassan engedd el a lábad ujját, vagy a lábadat, és emeld egy nyújtott karral. Belélegzem, tenyerem szemben, és kilégzéssel lehozom a kezem, mondta már nem kell, megfogom a behajított lábam nagy ujját, nagyon-nagyon finoman nyújtom, kinyújtottam, leteszem, na és nagyon megdicsérve vagy. Ahhoz képest, ahogy a múlt héten gyakorolt, most sokkal jobban tud már gyakorolni ez a lábam. Jól van. Na, és akkor most felülök egy kellemes magaslatra. Csavaró gyakorlatunk lesz. Kell egy tégla hátra. Babika, hagyd mondjam, hogy üljél oldalt, hogy hagyd lássák, hogy mi az, amit csinálsz. Úgy, és akkor erre. Úgy, köszönöm. Jól van. Na nézzük, először csinálunk egy dandászanát, nagy karizom, egyik, másik. Jól kinyújtom a lábam, megvan, kezem oda teszem, így az ülőcsont mellé oda teszem, vállam át a csavarom, jó, és minden marad, csak a kezemmel fölnyújtózom, karommal, jó, ez a hatharandászana, ebből indulok ki, és most lehozom a kezem, és a jobb lábam behajlítom, de arra kell figyelni, ahogy behajlítottam, párhuzamosan hajlítom, nem megy a másik alá, meg nem megy kijjebb. Tehát behajlítom, és megfogom a bal kezemmel, itt a tért kalács alatt. Megvan? Jó. Nyújtott lábam már, járó láb. Másik kezemmel fölnyújtózom, belélegzem, nagy körévet írok hátra kilépzéssel, és az ujjal ütegyét ráteszem a térlára. Töltsék formálok az ujjaimból, és ujjaim hegyét a téglára. Na és akkor nem nézek vissza, hanem arra figyelek, hogy a nyújtott lábam járó láb legyen. Jó, behajlított lábam talpa nyomja a talajt, szorítom magamhoz a kezemmel a combom, ez a felszálló bélszakasz. Minden belégzéssel nyújt a gerinc, és kilégzéssel fírom a csavarodok. Na és még arra figyelek,
hogy a bal vállal ne lógjon le, hanem egy picit, de csak egy kicsit emeld meg, hogy a gerinced egyenes legyen, és minden kilégzéssel csavarodj hátra. És lélegzel. Jó, még egy kilégzés, és most belégzéssel nyújtsd a karodat föl hátul. Kilégzéssel előre csavarodok, leteszem a kezem, kigújtom a lábam, és megint egy tandászana, belélegzem. Jó. Másik láb, behajlít, és a behajlítás könnyebb, ha itt a térd alatt van egy én, azt megfogod, és úgy hajlítod be. Megfogtad? Jó. Májáró lábat alkotok, fölnyújtózom, belélegzem. Érzem, hogy teljesen kinyújtottam a gerincem, ezzel, hogy felhúztam a karom, majd kilégzéssel csavarodok, és a hátam mögött lévő téglára ráteszem az ujjaim hegyét. Na tehát nem nézek vissza, hátra vagyok fordulva, de a tudatommal megnézem, hogy a lábam járó lábe. Jó. Behajlított lábam talpa nyomja a talajt, szorítom magamhoz a combom, ez a leszálló bélszakasz, belégzéssel nyújt a gerinc, kilégzéssel csavarok. Nem lóg a fejem, hanem finoman hátrafelé próbálok tekinteni. Ujjaim nagyon erősen oda nyomom a téglára, és akkor érzem, hogy szinte kinyílik a gerinc, kinyúlik. Csak lélegezz, nyugodtan, egyenletesen, és akkor most megint arra figyelek, hogy a két vállam egyforma magas legyen, tehát ne lógjon le az a vállam, amivel a térd kalács alatt fogom. Jól van, ügyesek vagytok. Jó, még egy kilégzés. Belégzéssel nyújtózom hátulról. És kilégzéssel előre fordulok, és lehozom a kezem, kinyitom a lábam, és a téglámat előre hozom. Kinyitom, most a téglával belélegzem, és kilégzéssel nyújtózom előre. Tehát amit megcsavartunk gerincszakaszt, most szépen kinyújtom. Erről az ülőkéről nagyon könnyű előre nyújtózni. Állandó hasi kivégzésem van. Jó, mehet lejjebb a kezed. Állandó hasi kivégzés, és túlnyújthatod a tégládat a lábadon. Jó, most tedd le a téglát a kezedből, és most úgy tedd rá a kezed a lábadra, hogy a teljes talpadat érintse. Megvan? Tehát. Úgy, jól van. Emeld fel a fejed, belélegzem. Majd kilégzéssel lehajtom a fejem, és a lábam ujjával csinálok spiccet, és szinte érzem, hogy a lábam elhúzza a karomat, de ezáltal egy kicsit a gerincemet is megnyújtja. Más, mint a pacsimot tanászana, ez csak egy ilyen nevezető gyakorlat. Jó, még egy kilégzés, lassan emel a fej, elengedem a lábam, belélegeztem, kilégzéssel végighúzom a kezem a térdemén, majd belégzéssel innen is fölnyújtózom, és kilégzéssel leteszem a kezem. Jó, és akkor még egy gyakorlat lesz a mai nap. Innen. A vatáján ászana, hátunkra fekszünk, ezért készítem a védet.
mert ilyenkor érdemes valami kis plédre lefeküdni. És lobágós is csinálhatja, akinek derék fájása van, csak esetleg az másképpen. De mindenképpen figyelni kell arra, hogy fájdalmat ne érezzen ebbe a gyakorlatba. Jó? Én megfordulok, de maradjok. Jó. Jó, sikerült. Így van, fordul. Na, akkor kinyújtom a karomat, tenyérrel szembe, először föl, majd visszahúz a váll, és a fülem mellett le a talajra. Megvan, és a nagy ujjat próbáld letenni a talajra, ha sikerül. Sarkadat nyújtsd meg, nem kell összetenni a lábad. Ugyanúgy, ahogy a randászalában voltunk. Csípőszélességben van a láb, és húzd be a medencéret, egy kicsit villezd magad alá. Jó, majd lassan visszahozom a kezem, és most előre fordítom a tenyerem, és így teszem le a fülem mellett. Nem baj, ha nem sikerül, enyém se ér le még, de nem baj, gyakorlok, és majd leír, van idő. Jó, tehát belélegzem. Majd kilégzéssel hozom a kezem föl, hajlítom a jobb térdem, és megfogom a térd alatt, és a combom a hasamhoz húzom, lazán lábam. Aztán kinyújtom, belélegzem, karomat is kinyújtottam, hajlít a bal térd, megfogom, és a hasamhoz húzom. Kinyújtom, belélegeztem, hajlít mind a kettő, és a hasamhoz húzom. Újra kinyújtom, belélegeztem, hajlítom megint a jobb térdem, a hasamhoz húzom, ez a felszálló bélszakasz, és fölemelem a fejem, amennyire tudom, megpróbálom hozzáérinteni a térdemhez. Belégzés, kilégzés a másik, emel a fej, kinyújtom, mind a kettő. Aztán kinyújtom, belélegeztem. Megint a jobb, a felszálló bélszakasz. Kinyújtom, bal, leszálló bélszakasz. Kinyújtom, mind a kettő, ez a harmadik bélszakasz. Kinyújtom, belélegeztem, és saját légzési ritmusod. Everint még kétszer. És először mindig a jobb térdet emelem. Ez a felszálló bélszakasz. Bal leszálló bélszakasz. A kettő pedig a harang. És ha megcsináltam, akkor gurulok. No, és erre figyeljen a lumbágós, ő nem így gurul, hanem a térdét oda teszi a kezét a térdére, és csak jobbra-balra gurul. Jobbra-balra. És a könyöke segít abban, hogy ne guruljon át. És az is fontos, szoktam mondani, hogy lehet egy kicsit bővebb plédet magunk alá tenni, és megint fontos, hogy gömbölyű háttal guruljunk, hogy ne nyekkel nyíl, mert az nagyon-nagyon rossz, tehát gömbölyű. Jussi, te jobbra-balra gurultál? Jól van? Kavika? Jó, befejezhet? Behajlítva a lábam. Tedd a hasadra a kezed. Oda a köldök mellé.
most egy kicsit figyelünk a légzésünkre. Ez a gyakorlat, amit most végeztünk, ez egy kicsit dinamikus gyakorlat volt, és megnyugtatjuk a légzésünket. Most arra figyelj, hogy kilégzéssel jól süppedjen be a hasad, és belégzéssel pedig jól domborítsd ki a hasad. És ez a légzés, ezt így mondja a jóga irodalom, hogy az életerő légzés, vagy immunerősítő légzés, mert ugye a hasonokat mozgatjuk, az alhast, és az alhasba helyezkednek el a vékony beleink, ugye, amelyik segíti a tápanyagnak a felszívódását, a körbe pedig a vastagbél, ami segíti a tápanyagnak a besűrődését és a kiürítést. Tehát, és hogyha ezt a légzést gyakorlom, akkor nem hájasodnak el a beleim, hanem egészséges lesz az immunrendszerem, és én is egészséges leszek. Meridián tornában ilyen légzést ajánlanak elvégezni, de én máskor is szoktam ezt a hasi megmozgató légzést, életerő légzést gyakoroltatni, mert ez mindenkinek nagyon jó. És ha valaki azt szeretné, hogy a háj egy kicsit innen lemenjen, akkor naponta 100-szor próbálja meg ezt a kilégzést, belégzést gyakorolni. Készen van 10 perc alatt. Hogyha valaki, ó, hát annyi, igen, 10 perc alatt készen van, le van mérve, a lényeg az, de lehet, hogy valakinek több időbe telik, de biztos, hogy nagyon jó hatással van a szervezetre. Jó, befejezem ezt a légzést. Mind a két lábam behajlítom a hasam fölé, ráteszem a kezem a térdemre, és most így próbálok lélegezni. És akiknek lumbális problémájuk szokott lenni, azoknak nagyon ajánlatos ez a légzésre való figyelés, ugyanis ilyenkor fölemelkedik a fenék, de a lumbális csigolya teljes ellent van a talajon, és minden kilégzéssel egy gondolatnyi, ha behúzom a hasam, a fenekem fölemelkedik, és ott szépen helyre mennek azok a idegszálak, amik esetleg be vannak csípőbe, vagy így mondom, vagy ki vannak türelkedve tulajdonképpen. Mert ez nagyon jó. Na, és most nyújtsd fel a lábad a mennyezetbe, fogd meg a térdhajlatot. Ez is megint, a feneked egy kicsit föl van emelkedve, ez megint segíti azt, hogy a derekad teljesen szétterüljön a talajon. És most hajlítsd be a lábad, és próbáld megfogni a lábad ujját. És most megint nyújtsd ki a térdel,
De most már teljesen fölemelkedett a feneked a talajról, és a hát alsó részével érintkezel a talajon, talajjal, és nagyon jól nyújtja azokat a részeket, amit ma megcsavargattuk. Csak lélegezz, és nyújtsd. Lassan elengedem a lábam ujját, beteszem a téthajlatba mind a két kezem, és ráengedem a lábam lazapuha. Kiveszem a téthajlatból a kezem, ráteszem a térdemre, és ott vagyok, ahogy kezdtem. Majd lassan elengedem a térdem, leteszem a talajra, és akkor még lassabban jobb oldalamra fordulok. Fejem alá teszem a visszafordított könyököm, az a fontos, hogy a fejed ne lógjon. Térdem ugye be van hajlítva. Két-három belégzés, kilégzés. És akkor nagyon lassan. Bal tenyerem, jobb könyököm, jobb tenyerem. És lassan tápászkodok föl, de a fejem még mindig le van hajlítva. Jó. És lassan emelem. Fejem alá mindenképpen egy picikét, a végigonyat, a kéket. Jó, és ugye betakarodzom. Ez nem azért kell, hogy én sem nem fázom, hanem hogy azt az energiát, amit magunkba gyűjtöttünk, most már relaxálok, nem engedem, hogy eltávolodjon tőlem, hanem az enyém maradjon. Jó. Fölemelem mind a két kezem, keresztez, és átfogod a lapockát. Átfogod a lapockát, jól kihúzod, kilélegzem, vagy belégzéssel kinyújtom a karomat, és kilégzéssel leengedem magam mellé. Hogy jól van. Összeszorítom a fenekem. Megnyújtom a sarkam, elengedem, megnyújtom a spiccem, érezd, hogy combtőtől, hogy nyúlik minden, és elengedem, és hagyom, hogy piciket is tervezve szétnyíljon a lábfejem. Érzem, hogy kellemesen ellazult a törzsem, ellazultak a lábaim, két karom, tenyérrel fölfelé már, és ha úgy érzed, hogy még nem elég laza, akkor csak innen könyökből emeld föl, és eljt vissza. Hajlítsd be könyökből, ahogy, és eljt vissza. Akinek ez se elég, akkor emelje fel az egész karját, és akkor úgy engedje le, de nagyon fontos, hogy már tenyérrel fölfelé legyen.
Na és akkor vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy nekik lefelé kell fordítani a tenyerüket. Én is voltam így valamikor. Akkor csináld azt, hogy az egyik tenyered fölfelé, a másik tenyered lefelé. Ugyanis a fölfelé fordított tenyeremből kapom az energiát az univerzumból, a lefelé fordított tenyeremmel pedig adom lefelé a földbe, vagy pedig a földből kapom az energiát, és keresztül megy rajtam. Tehát mind a kettő jó, de általában így szoktuk, hogy a tenyerük fölfelé fordul, vállalat még egyszer csavart hátra, hogy kinyíljon a mellkas, és akkor most nyisd ki nagyra a szád. Ásíts, vagy nyújtsd ki a nyelvet. Jó hosszúra. Az ásítás az összes belső szervet egy pillanatra ellazítja, és mikor megnyálazom a szám szélét, lenyelem a nyálam, akkor pedig ellazulnak a belső szerveim is. Ellazul a nyelvem, hagyom, hogy lazán puhán szétterüljön a számba, és hozzáér az alsó fogsor belső ínyéhez. Ellazulnak az állkapcsaim, alsó állkapocs saját súlyánál fogva lehúzza magát, felső állkapocs lazaságánál érzem, hogy az arcomról a fülem felé lehúzódik a bőr. Ilyenkor az ajkaim már nem érnek össze, hagyd, hogy lazán puhán eltávolodjanak egymástól, és az alsó ajakra a felső ajak, mint egy menedéket képezve ráboruljon. Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor teljesen elpuhul az arc. Ellazul a hajos fejbőröm is. Laza minden egyes hajszálam, tarkomtól a homlokom hegyéig. Homlokomból hagyom, hogy a halánték felé lehúzódjon a bőr. Szemüregbe visszaesik a szempolyóm. Lazán borul rá a szemhéj, és ellazul az alsó szemhéjam is. Megfigyelem a lélegzésem. Megfigyelem a lélegzésem hosszát. Ugyanolyan hosszú a kilégzés, mint a belégzés. És először mindig a kilégzésre figyelek, mert csak azt az edényt tudom megtölteni valamivel, amelyik üres. Tehát mindig a kilégzésre figyelek. És most a testem teljes hosszával lélegzem ki, és a testem teljes hosszával lélegzem be. Figyelmem a fejtetőre viszem, onnan indítom a kilégzést, kézujjaimon át a lábam ujjáig lélegzem ki, lábam ujjától a fejtetőig lélegzem be. Belső szemeimmel követem a légzésnek ezt a test hosszúvonalát, és nem hagyom, hogy más gondolat elterelje a figyelmem a légzés hosszának követésétől. Ez a légzés típus adja a nyugalmat. Mert ha a légzésem nyugodt, akkor én magam is nyugodt vagyok. És ha a légzésem ugyanolyan hosszú a kilégzés, mint a belégzés, akkor ez egy nyugalmat adó légzés típus. És hogyha figyelem a hosszát, akkor pedig a gondolataim nem cikáznak össze-vissza, hanem
nagyon kellemes erre, ebbe a relaxba most a légzésünkre figyelni, és teljesen megnyugszik az elme, megnyugszik a test, és beépítjük azokat az energiákat, amit összegyűjtöttünk a saját testünkbe. Ha van lehetőség odahaza és gyakorolt velünk valaki, akkor még maradjon legalább 5-10 percig, ameddig jól esik ebbe a légzésre való figyelésbe, és akkor utána lassan ő is visszatérhet. Mert nekünk az idő véges, befejezem ezt a légzésre való típusomat, a figyelésemet befejezem, visszatérek a rendes légzési ritmusomhoz, finoman gördítem a fejem, jó, csak gördítsd át a fejed, hogy átgoruljon a vállad irányába. Lassan ébresztjük fel először a nyakcsikolyákat. Jó, megállítom. Két kezemmel bemarkolom, kinyitom, markolom, kinyitom, markolom, kinyitom. Lábamujjával is markolom, kinyitom, markolom, kinyitom. Jó, két kezemmel nyújtózom egy nagyon a mennyezetbe, utána pedig a talajon, a fülem mellett. Jó, sarka, megfeszítem és nyugodom, megfogom a csípőm. Jó, lehozom a kezem, behajlítom a térdem, hasam fölé, ráteszem a kezem, térdemre. Jó, ez mindenkinek jó egy kicsit. Csak marad így egy pár lélegzetvételnyi ideig. Jó, aztán elengedem a térdem, leteszem a talajra, jobb oldalamra fordulok, ugyanúgy a fejem alá teszem a visszafordított könyököm. Két-három elégzés, kilégzés. És lassan átfordulok a másik oldalamra. Most már kinyitom a szemem, érzékelem, hogy hol vagyok. Jóga foglalkozás végén tartunk. Befejeztük a relaxot is. De főképpen figyeltünk a légzésünkre. Gondolataim rendezem, hálát adok, hogy a foglalkozás épülésemre vált, és megköszönöm jó sorsomnak, hogy elhozott a foglalkozásra. És lassan, jobb kezem, bal kezem segítségével, lassan, lassan, úgy, utoljára emelem a fejem. Mert ha hirtelen emeled fel a fejed, akkor a fejből a vér leszalad, és akkor előfordul a szédülés, de bízom benne, hogy nálunk ilyen nincs. Megvan, így van a szere, nyújtózom egy nagyot. Köszönöm, édes Istenem, hogy megcsinálhattuk ezt a foglalkozást. Ellehúzom a tenyerem, namaszkéba teszem a kezem, tehát meghajlok előttetek. Kedves egészséget!